Sziasztok, ez itt újra a Játékok a polcról. A mai adásban Vintage Legóval fogok foglalkozni, ahogyan azt előzetesen megígértem, Lego Space-szel, mégpedig egy nagyon-nagyon szép és nagyobb bacska bázisos Lego készlettel, a 6953 Cosmic Laser Launcherrel. Na most azt tudjátok rólam, hogy én a Lego Space-t is nagyon kedvelem. A Castle-t egy kicsikét jobban, de a Town-nál mérföldekkel jobban kedvelem a Space-t. Ugye annak idején meg is írtam a Space történetét, úgymond egy ilyen folytatásos cikk sorozatban a blogom. Úgyhogy ha valaki esetleg még nem olvasta, akkor mindenképpen pótolja a hiányosságot. És hát itt volt már éppen az ideje, hogy itt a Vintage Legos sorozatban a Space is szóba kerüljön. Eredetileg egy kisebb örökölt Space készlettel akartam foglalkozni, de nemrégiben egy kedves jó barátom meglepett engem végül is egy gyönyörű szép Space szettel, ezzel a 6953-assal, és hát ha már ez van és komplett és gyönyörű, akkor úgy gondoltam, hogy inkább a nagyobbikkal fogok foglalkozni. Na most ma is úgy fogjuk csinálni, ahogy a legutóbbi alkalommal, tehát az általános dolgokat az elején egy kicsit átveszik, aztán átváltok a másik kameranézetbe, és akkor jobban fogjátok látni, mert ez ugye egy ilyen statikus, bázisos készlet, tehát egy kicsit ezt így körülményes lenne forgatgatni, meg mutogatni így kézben, meg hát nem is szeretitek ezt annyira. No, hát egy pár szót azért így a Space-nek az előtörténetéről, így nagyon-nagyon zanzásítva. Ugye arról már beszéltünk, hogy 1978-ban történt a Legónak egy ilyen reformja, aminek alkalmából utána bevezették gyakorlatilag a témákat, tehát hogy a készleteket különböző témák mentén bocsátották ki. Az eredeti nagy három Legó téma az a Space, a Castle és a Town volt. Ugye Town-os cuccok már mutattam nektek nem is egyet. Castle is volt már, és hát így most a Space a harmadik. A Technic lenne a negyedik, de Technic Legóval nem igazán fogok foglalkozni. Ezt megígérhetem sajnos, úgyhogy a Technic fanok azok mindenképpen csalódtak most bennem, de azokat annyira nem csippantom. No, a Space is kb. 78-ban indult útjára, és hát az első időben még ilyen általános Space készleteket adtak ki, nem voltak még oldalak, frakciók, amelyek szemben álltak volna, nem volt mögötte úgymond történet, viszont ugye nagyon jellegzetes külső jegyekkel bírtak már ezek a készletek is, és hát ezeket szoktuk ugye Classic Space-nek nevezni, nagyjából az 1987-ig terjedő időszakot. 1987-ben történt meg a második fontos mérföldkő a Space-nek a történetében. Ekkor bevezették az altémákat, amelyeknek olyan kihatása volt innentől kezdve a Space készletekre, ami hát éveken keresztül meghatározta gyakorlatilag a Space témájú cuccoknak a kiadását. Innentől került bevezetésre az, hogy legalább kettő, de néha három frakció áll kvázi egymással szemben a történetben, vagy az éppen aktuális készletekhez kapcsolódó sztoriban. Ekkoriban világlott ki gyakorlatilag az is, hogy a készletek azok három fővonal mentén kerülnek kiadásra, tehát mindig voltak űrhajók, kicsik, közepesek és nagyobbak, mindig kiadásra kerültek bázisos jellegű, tehát statikus készletek, abból is kisebb épületek, közepesek és nagyobb bázisok, amik rendszerint a történet szerint az adott frakciónak a központi főhadiszállását jelentették, és mindig voltak kisebb felszíni, illetve felszíni járművek is, abból szintén voltak kicsik, közepesek és nagyobbak, ezek jellemzően kerekes járművek voltak, és a kerekes járművek néha előfordultak épületes készletek kiegészítéseként, illetve hát a űrhajók közül is voltak ilyenek, ami épület mellé járt. Ma ezekre példákat is fogok mutatni. 87-ben jelent meg az első ilyen altéma a Space-en belül, ez volt a Futuron, és rögtön érkezett is az ellentét párja, úgymond a gonosz oldal, a másik oldal a Plectron. Az egyes altémák alapvetően eltérő külső megjelenéssel bírnak. A Futuron vitte tovább gyakorlatilag a Classic Space-nek a megjelenését, tehát a főként fehér színű kockákat, a
színes astronautákat és az ilyen kék, transzparent üveges elemeket. Ez teljes mértékben a Futuron az gyakorlatilag a Classic Space-nek az egy-egybeni folytatása, tehát mint hogyha semmi nem történt volna. Egy fontos változás mégis történt, az, hogy a Futuron astronautáknak a külső megjelenésén egy kicsikét változtattak, de erre majd még a figuráknál kitérünk egy kicsit bővebben is. A Blacktron volt ennek az ellentétpárja, ott viszont hát fekete alapon volt gyakorlatilag az egész, a figurák is feketék voltak, és ott nem kék üveges elemek voltak, hanem sárgák. És akkor hát így a szemben álló frakciók is gyakorlatilag így látszott általában, hogy melyik a jó, meg a gonosz oldal, és a történet szerint ezek ugye rivalizáltak, vagy hát kvázi harcoltak egymással, de ezt a harcot ezt nem úgy kell elképzelni, ahogy egy manapság aktuális LEGO témánál, hanem ez azért még egy ilyen nagyon békés jámbor harc volt, ahol a pozitív oldal az általában vagy ilyen űrrendőrök, ugye a Space Police-nál, vagy békés kutatók voltak, a negatív oldal meg rendszerint ilyen ipari kémek, meg olyanok, akik hát el akarják lopni a kutatási eredményeket, meg ilyesmi, tehát egy kicsit ilyen jámbor, és hát úgymond békebeli szembenállási sztorik voltak a Space-nek ebben az időszakában, tehát így nem az, hogy halomra gyilkolászta egymást a két frakció. A Futuron készletek 87 és 90 között kerültek kiadásra, utána nagyjából az M-tron váltotta ezt az altémát, aztán ugye a Blacktront is kivizették később, és hát így ment tovább a történet, ahogy a LEGO Space története cikkben is olvashatjátok, gyakorlatilag az egyik frakció az fakadt rögtön a másikból, és folytatta a történetet. Én úgy gondolom egyébként, hogy ez a Futuron az, ami egyébként a klasszikus Space-hez a legjobban közel áll. Hangulatilag is szerintem nagyon jó, meg maguk a készletek is nagyon jól sikerültek, és hát ez is egy olyan altéma, ami ugye hát 80-as évek végén ment, és hát ugye nagyon sokaknak gyerekkori kötődést is jelent. Nekem annyira nem, tehát Space készletem nekem csak egy volt, és az is örökölt, de hogyha visszaemlékszem, akkor nekem is ugye így a 90-es évek elejéről a LEGO Space dolgokkal kapcsolatosan úgy nagyjából ez ugrik be, meg az M-tron és stb. Tehát ez az az időszak, ami nagyon sokunknak, legalábbis az én generációmnak a kvázi gyerekkorát jelenti, még ha nekem konkrétan a Futuron nem is, de jellegében mindenképpen. Mindegy, hát tudjátok, hogy miről akarok beszélni. No, általánosságban nagyjából ennyit. Ebben az altémában, a Futuronban jelent meg ez a 6953-as Cosmic Laser Launcher készlet, ami hát egy nagyobb bacska darab, egy indítóállás gyakorlatilag, egy felszíni indítóállás, amiben hát egy űrhajót vagy űrrakétát lehet úgymond elindítani vele. Ez 87-ben jelent meg, tehát rögtön az első Futuron szettek között, és 206 elemből áll, amivel hát elemszámában közepesnek mondanám ezt a készletet, akkori viszonyokhoz képest viszont fizikailag mindenképpen nagynak. Tehát mivel az elemek többsége azért igen nagyobb bacska darab, és ugye alapra épül fel az egész, ezért én ezt semmilyen dimenzióban nem hívnám kisebb készletnek, akkoriban meg pláne nem számított kisebb készletnek, a doboza is nagyobb volt, szóval aki mondjuk ilyet kapott karácsonyra, az biztos, hogy úgy gondolta, hogy ez egy nagyobb LEGO készlet. Ebben az évben egyébként egy másik, nagyon hasonló indítóállást is kiadtak a Futuronban, annak azt hiszem, hogy Polaris volt a neve, de az elve az nagyon-nagyon hasonló volt, mint ennek. A 206 elem mellett három minifigurát is találunk, ezek ugye Futuron astronauták, kettő piros, egy sárga, és ezeket majd meg fogjuk nézni részletesen, amikor a figurákról fogok beszélni. Úgyhogy hát szerintem váltsunk is át a másik nézetre, és akkor nézzük meg részletesen, hogy is néz ki ez a cuccos. No kérem, tisztelettel, ez lenne a készlet. Hát nagyon nehéz ezt így gyakorlatilag egybe bemutatni, így asztalon állványjal, mert nagyobb bacska egy kicsit is kilóg a képről, mert megpróbálom kézi erővel így egy kicsit följebb húzni. Hát láthatjátok, hogy három fő részből áll az egész készlet. A központi rész az egy alapra felépített kvázi űrállomás, ez az indító állomás, ami hát főleg ugye ilyen nagyobb lap elemekből és üveges elemekből épül fel.
Ezen kívül még két kisebb része van a készletnek, egy kerekes szállítójármű, illetve hát az űrrakéta, ami szintén a központi eleme gyakorlatilag a készletnek, ezt egy ilyen indító állásba lehet rakni, és hát a szettnek a fő kunsztja is ehhez a részhez kapcsolódik. Az elemeknek a megoszlása hát nyilvánvalóan egyenlőtlen, tehát a 206 elemnek a többsége az nyilvánvalóan az indítóállást adja ki. Tényleg nagyobb elemekből van, tehát nagy lapokból, meg nagy üveges elemekből épül föl. Ilyen kis egyes, kettes csíkok, meg pöttyök szinte alig találhatóak a készletben, tehát csak nagyobb, szinte csak nagyobb elemekből épül föl. A technikai megoldások azok szerintem nagyon-nagyon jól sikerültek, tehát ez egy igazán összetett készlet ahhoz képest, hogy 1987-ben adták ki. És hát majd mindjárt részletesebben meg is nézzük, milyen kunsztokat tud, de először még akkor egy pár szót mondjuk a kiskocsiról. Ez gyakorlatilag egy picike kerekes szállítójármű, 6 kerekes, van egy ilyen pótkocsi része, ami pár elemből épül föl. Előre be lehet ültetni a kis Futuron asztronautánkat, és igazából ez csak ilyen kiegészítő jellegű cucc. Adná magát a dolog, hogy a rakétát ide a hátsó plató részre föl lehessen rakni, de sajnos nem lehet, illetve hát, hogy föl lehet rakni, de csak álló helyzetben úgy meg azért egyáltalán nem mutat jól, tehát fektetve sajnos nem lehet fölrakni. Az indítóállás központi részén van a rakétánk, ami hát nyugodtan lehetne amúgy műholdnak is nézni, tehát nem feltétlenül űrhajónak néz ez ki, vagy hát úgymond ilyen klasszikus űrhajónak mondanám, hogyha igen. Látható, hogy ilyen gyönyörű szép nagy kék transparent blue elemekből áll a szárnya, vagy napeleme, vagy nem is tudom, hogy ez most szárny vagy napelem akar lenni. Rakéta felépítésű az egész, ugye hátul egy ilyen hajtóműve van. A szárnyak azok becsukhatóak, tehát szépen be lehet őket hajtani. És a középen van egy kis fülke, ami le lehet hajtani, illetve föl lehet hajtani a nyílását, és akkor látható, hogy a sárga asztronautánk az ott foglal bent helyet, ott utazik. Az egész készlet gyakorlatilag arra épül föl, hogy ezt a rakétás részt ezt följutassák az indító állványból. A két oldalon, az indító állványon, hát gyakorlatilag ilyen teraszok foglalnak helyet. Itt vannak ilyen kisebb számítógépek, amik hát ilyen forgatható alapon találhatóak, illetve hát van egy-egy ilyen kallantyú rajtuk, mondjuk úgy, hogy ez a hát control panel, amivel vezérlik a egész állomásnak a működését. És a, hát a készletnek a lelke, úgymond ez a központi lift, aminek az a funkciója, hogy bele lehet helyezni a űrhajót. És hát itt az oldalsó tengely segítségével, amit egy ilyen kis kör alakú gombbal lehet vezérelni, ezt az űrhajót, ezt föl lehet liftezni a kilövő állásnak a tetejére. Egy meglehetősen bonyolult szerkezet az, ami ezt vezérli, mert egy ilyen hosszú rovátkás tengelyen megy végig, gyakorlatilag ilyen fogaskerekes tengelyen ez a lift elem, és ilyen forgó kerekelemekkel csatlakozik ehhez az üvegbúrához, ezekhez a gyönyörű szép kék transzparent üvegbúrákhoz, és ez az üvegbúra szétnyílik automatikusan, hogyha a liftet megfelelő magasságra állítjuk. Tehát ez a készletnek a központi kunsztja, ez az, ami tényleg az egésznek a lelke, és nagyon jól működik. Nagyon jól megtartja, erősen, tehát az egész igazából gyönyörű szép, és tök magasra föl lehet liftezni az egészet. És akkor fönn vagyunk az indítóállványba, és gyakorlatilag így kilőttük. Hát nyilván kivetni nem lehet, de önmagában ez, hogy így szétnyílik mondjuk ez az üvegkupola, ez szerintem 1987-ben azért egy egészen ütős dolog volt. Biztos vagyok benne, hogy sok kisgyerek, aki adott esetben megkapta karácsonyra, az ezzel jócskán eljátszogatott jó darabig.
Más kunstot nagyon nem tud az állomás, még itt ezeket a fekete ilyen, hát nyílásokat lehet ilyen egy ponton forgó fekete lapokkal, gyakorlatilag itt el lehet játszani, hogy kinyitod vagy becsukod, de mást igazán nem tud a cucc, de hát ez így is éppen elég szerintem, tehát ez éppen elég ütős önmagában is. Az összerakás az nem volt egy egyszerű móka. Igazából a használati útmutatója az meglehetősen bonyolult volt, majd mindjárt megmutatom azt is. El lehetett csúszni bőségesen, tehát egy jó órát majdnem, hogy kitett a cuccnak az építése, mert nagyon keményen oda kellett figyelni, hogy mit hova rak az ember. Nyilván ezek működést is befolyásoló dolgok voltak, úgyhogy tényleg alaposan oda kellett rá figyelni. Az építési élmény azért ennek ellenére óriási volt, tehát éreztem azt, amit kellett, lekötött, és jó volt, tehát így mindenképpen a jobb készletek közé sorolnám. Hogyha pozitívumot meg negatívumot kéne megneveznem, akkor a pozitívuma a készletnek mindenképpen ez a nagy indítószerkezet, ezzel a lifttel, tehát ez tökéletesen működik úgy, ahogy neki kell, de szép maga a felépítmény is, jó az űrhajó, és nekem a figurák is tetszenek, úgyhogy ez egy frankó darab. Negatívumot, hát talán csak a használati útmutatóbeli kisebb elcsúszást tudnám emlegetni, igazából nincsen a készletnek negatív dolga. Egy kicsit nézzük meg akkor a használatit is. Ugye ez egy ilyen nagyobb méretű, lapos, A4-es, vékony papíros használati útmutató, ami lapozgatós formátumú. Igazából itt az első taktusban ugye a kiskocsit lehetett megépíteni, és aztán utána szépen az állomást. Hát itt ez az, amiről előbb beszéltem, hogy gyakorlatilag itt az elején még megmutatja, hogy ezeket az állványokat gyakorlatilag hova kell rakni, de utána már egy szögbe látszik az egésznek az építése, és ez főleg az ilyen takart részeknél ez elég zavaró, mert ott matekozni kellett, hogy mi hova kerül. És itt ugye nincsen fönt elemszelekció, hogy itt mit, melyik lapon kell gyakorlatilag melyik elemet felhasználni, úgyhogy csak a személyre tud hagyatkozni az ember, és hát egy ilyen nagy terjedelmű, ilyen sok stadot mutató képnél ez azért nem annyira kellemes, mert bele tud jójózni az ember szeme. Ennek ellenére össze lehetett rakni az útmutató alapján a cuccot, úgyhogy komoly baj nincsen vele, de azért alaposan oda kellett figyelni. A dobozom az nincsen meg a készlethez, viszont az a kedves fiatalember, akitől kaptam, a saját dobozáról, tehát neki van egy másik példánya, és a saját dobozáról készített nekem egy másolatot, amit fölvitt ilyen kartonra. Úgyhogy végül is azt is meg tudom nektek mutatni, hogy hogyan néz ki a doboz, úgy kb. Hát ez a doboz képe, látható, hogy azért így valamilyen szinten akció közben láthatjuk a kis figuráinkat, és hát az űrrepülőt meg gyakorlatilag repülés közben. Tehát így ezt így valahogy odalógatták, vagy nem tudom, nem az indító állványon van, de nagyon-nagyon frankó néz ki, és mivel ez arányos ez a kartonlap, amit kaptam, ezért láthatjátok, hogy azért ez nem volt egy kis dobozos készlet, tehát semmiképpen nem a kisebbek közé sorolnám. A másik lapon ugye az alternatív építési javaslatok is láthatók, illetve nem, ez nem az alap, az majd a következő lesz. Ezen az látszik, hogy működik a készlet, és itt hát fektetve van rajta a kiskocsin a rakéta. Ezek szerint akkor ezt így is lehet használni, hát nekem azért jó alaposan lelógott róla, amikor rápróbáltam, de ezek szerint akkor mégiscsak működőképes a dolog, akkor ezt rosszul mondtam, elnézést. És itt van a harmadik lap, amiben az alternatív építési módokat láthatjuk. Hát nagy kár, hogy ezekhez nem mellékeltek úgy használati útmutatót, mert némelyik barom jól néz ki. Tehát ez az állomás is, amit fölépítettünk, nagyon jó, de ez talán még egy fokkal jobban néz ki. Úgyhogy hát nagyon kemények ezek a cuccok, az ember szíve szerint az összeset fölépítgetné. Úgyhogy egy tényleg nagyon jó kis készlet, egy igazi klasszikus space készlet, annak ellenére, hogy ez már Futuron, szinte csak pozitívumokkal rendelkezik, és azért igencsak
komoly építési élményt is tud adni, annak ellenére, hogy csak 206 elemből áll. És akkor most még beszéljünk egy pár szót a figurákról, meg általánosságban az árakról. No, hát itt is volnánk. Három minifigurát adtak a készlethez, ebből kettő piros Futuron astronauta, egy pedig sárga. Ezek közül a sárga az általánosabbik, tehát az elterjedtebb darab, azt mintegy 12 darab készletnél felhasználták. Ennél következtében ez a figura meglehetősen gyakori, pár száz forintért gyakorlatilag bárki beszerezheti. Ugye itt látható, hogy a sima Classic Space-hez képest itt a Futuronnál a felsőtest kapott egy fehér részt, ez azonnal megkülönböztethetővé teszi a Classic Space figuráktól. Megváltoztatták a sisakot, illetve hát ez itt kék színű vizort is kapott, ami nagyon jól néz ki, tehát kifejezetten pofás kis figura. A többi része, a lába, illetve a keze az maradt egyszínű sárga. Amiről még fontos beszélni, az a Space embléma, ugyanitt most egy kicsit homályosan látjátok, de gyakorlatilag itt a Futuronnál még megtartották a klasszikus Space emblémát, gyakorlatilag ennek a csapatnak is ugyanaz a jele, és akkor innentől kezdve a Blacktronnál volt az, hogy már ugye a különböző frakciók egyéni jelekkel bírtak. A figurákhoz járt még egy-egy ilyen tartály is, amit hát ugye a nyakukra lehetett erősíteni, és akkor így lelóg a hátára. Nagyon jó kis figurák, ezek nekem így kifejezetten tetszenek az astronauták mezőnyén belül is. Úgyhogy ez egy könnyen pótolható, hogyha valakinek pont a sárga hiányzik. Ellentétben a pirossal, mert hogy a piros az sokkal nehezebben hozzáférhető elméletben. Ez a figura ez ugyanaz, csak piros. Adtak hozzájuk ilyen kis szerszámokat is, ugye ez a klasszikus adóvevő, amit már ismerünk a Town-ból, tehát amit már láttunk a valamelyik Town készletemben. A másik figura pedig egy csavarkulcsot kapott. Hát ugye ezek ilyen kutatók, szerelők, úgyhogy mindenképpen kellett, hogy kapjanak valamit a kezükbe. A piros az normál készletek közül csak ebben volt igazán hozzáférhető, azon kívül csak a Futuron minifigura pakban lehetett hozzájutni. Ennek következtében egy jóval ritkább astronautáról van szó, és nagyjából olyan 1200-1300 forintot kell leszurkolni, hogyha valaki meg szeretné venni. Nem az, mert annyira azért nem ritka, tehát be lehet szerezni relatíve könnyen, mondjuk Bricklinken, de hát egy picit jobban a zsebbe kell nyúlni. És akkor most egy kicsit ugye az általános áráról is a készletnek. Ez egy nem olcsó cucc. Hogyha egy komplett bontottat szeretnénk megvásárolni doboz nélkül, akkor olyan nagyjából 20 ezer forintot kell érte lerakni, ami hát azért egy 200 darabos készletért nem éppen kevés, de hát úgymond a szépséget meg a vintage byte azt meg kell fizetni. Hogyha valaki már dobozt is szeretne hozzá, akkor olyan 28 ezer forint környékén kell indulnia a mókának, tehát így annál az alatt annyira nem lehet dobozzal együtt hozzájutni. És hogyha valaki bontatlanul szeretné, hát az meg már tényleg a nagyon gazdagoknak a kiváltsága, úgymond. Én egy eladó példány találtam belőle jelenleg, és az 200 ezer forintba kerül bontatlanul. Úgyhogy nem egy olcsó móka bontatlanul régi legókat gyűjteni. Hát ez tényleg csak a hardcore gyűjtőknek ajánlom, vagy azoknak a sajátossággal most nekem arra, hogy így egyszer összerakjam, meg nézegessen, meg örüljek magamnak arra. Tökéletesen megfelel ez a bontott változat is. Egyébként hát árérték arányban ezt nehéz is megítélni, mert hát itt a régiséget, meg a úgymond a ritkaságot kell megfizetni, meg azt, hogy komplett, nem feltétlenül az alkatrészeknek a számát, de mondom méretes, tehát azért a 20 ezer forintot úgymond azért kitermeli szerintem méretben is, meg élményben is, mert tényleg egy egészen jó darabról van szó. Úgyhogy hát abban biztos vagyok, hogy aki gyerekkorában ilyen készletet kapott karácsonyra, az biztos, hogy örült, mint majom a farkának. Azt nem tudom konkrétan, hogy ezt a darabot lehetett-e Magyarországon kapni, de gyanítom, hogy pár darabot biztos hoztak ebből is, és hát gondolom, hogy egy havi fizetésbe került, úgyhogy lehet, hogy ma sok érte mondjuk 20-28 ezer forint, de gondoljunk bele, hogy annó gyerekkorunkban ez még sokkal többe került az akkori fizetésekhez viszonyítva, úgyhogy aki ilyet kapott, az biztos, hogy nagyon-nagyon jó gyerek volt.
No, hát ennyi lett volna körülbelül már ez a LEGO Spaces, remélem, hogy tetszett, én abszolút éreztem a témát, tehát elkapott ennek is a vintage bája, noha ez nem egy saját gyerekkori készletem volt, tehát itt a saját emlékek nem szépítik meg a dolgokat, de így is éreztem, amit kell, meg jól szórakoztam, úgyhogy lesz még egyébként LEGO Space is természetesen, meg Castle is, meg Town is, meg amit akartok, még Bionicle is lesz, sőt, még azt is megsúgom, hogy a gyerekkori fabulant készleteimet is éppen mostanság teszem kompletté, és ha már kompletté teszem, akkor le is fogom videózni, annak ellenére, hogy az egy nagyon pici gyerekeknek való téma, de most miért ne? Hát most igazából aranyos. Jó, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltatok velem, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok a videót, mondjátok el a véleményeteket, illetve osszátok meg. Tartsatok velem a Facebook oldalamon is, és tartsatok velem a játékokapolcról.blog.hu-n is. Jövő héten ugyanebben az időpontban jelentkezem, és vagy G1-es Transformers-szel fogom folytatni, vagy valamilyen Star Wars figurával, hát abból ugye millió egyféle lehetőségem van, úgyhogy valamelyiket. Ha nem érkezik meg a G1-es alkatrészem, akkor Star Wars figura lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, mindenkinek szép estét, sziasztok!